Kedves nézőink, egyre több minden szól az apákról, és arról, hogy milyen fontos szerepük van egy gyermek életében. A témával kapcsolatban vendégem Puskás Tivadar. Jó estét! Szia, Pusi! Hát ugye erről beszélni egy olyan híres színésszel, mint te, lehet, hogy a nézők felkapják a fejüket, hogy nincs más témánk, pont az apaságról kell beszélni, de mi mégis elsősorban azért hívtunk ide, hogy erről beszélgessünk. Ugye nem csak te vagy híres, hanem például Peti az egyik fiad is, tehát az ő kapcsán is sokan tudják ugye a köztetek levő nexust, és mégis azt gondolom, hogy már így felnőtt gyerekek tulajdonosaként, apaként talán egy picit könnyebb helyzetben vagy. Milyen volt akkor, amikor még csak növekedtek? Be tudtad tölteni az apai funkcióidat mindig? Igen, azt hiszem, hogy először is egy nagyon nyugodt kisfiú volt. Tehát ő megszületett és békésen üldögött bárhol, ahová leültettük. Soha nem volt igazán konfliktus vele, tehát hogy nem kellett félteni, nem csinált marhaságokat, úgy élt el, nagyon császárra született lehet, hogy emiatt, hogy olyan nyugodtan jött a világra, már az ő szempontjából. Az iskolát is rendesen sportolt, tanult tisztességesen, szóval olyan édes, aranyos kisfiú volt, és hát velünk volt a színházban állandóan, tehát jött és ott tanult velünk. Ugye mindannyiunknak megvannak a különböző szerepeid, gyerekek vagyunk, szülők, munkatársak, egy kicsit tulajdonképpen ugye hasonlítunk a színészekhez. Te magát ezt a fajta életbeli szerepedet, az apai szerepet, ezt hogyan tekintetted? Természetesen vagy egy kicsit hasonló módon, mint az összes többi karaktert, amit esetleg játszol? Ez természetesen. Tehát én először is nagyon szerettem a gyerekeket, mindig is. És most is imádom, és hogyha most megtehetném, akkor lenne még 3-4. Bár most már kislányokat szeretnék. Van egy nagy lányom, aki már 40 éves, ugye két fiam, és két unokám is, két lány unokám, belük nem olyan szoros a kapcsolat, mert nagyon sokat vagyok távol. De hogy én ezt természetesnek tartottam, ráadásul a mi időnkben ez az is természetes volt, hogy az ember korábban nősül, mint manapság, hamarabb jönnek a gyerekek, a családot alapít, egzisztenciát teremt, tehát és ez olyan természetes folyamat volt nálam. Tehát én arra törekedtem, hogy családom legyen, szerelmem legyen, családom legyen, gyerek legyen, és jól éljünk, és boldogan. Hogy látod most a gyerekeid kapcsán? Nyilván ők megélték gyerekként azt, hogy te milyen apa voltál, de mondjuk kérnek tőled tanácsot abban, hogy ők szülőként hogyan tudnak majd legalább olyan jók lenni, mint amilyenek ti voltatok a nejedben? Nem hiszem, hogy tanácsot kérnek, inkább példát látnak. Tehát ők pontosan látjuk, hogy bánunk velük, hogy okítjuk őket, hogy vigyázunk rájuk, mennyire törődünk velük, a mai napig is pedig, hát már azért felnőtt emberek mindannyian. De nálunk minden nap van kapcsolat, tehát minden nap beszélünk, mind a 3 gyerekkel, minden nap elmondjuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, tehát biztosítjuk arról, hogy nem múlik el. Tehát az aggodalom, a féltés, a gyönyörködés, ez mindig bennünk marad. Ők ezt látják, szerintem ők is így működnek, és milyen érdekes, hogy látom is, hogy bánnak a gyerekek, mert ők, a két fiú az például csinált egy gyerekkórust, ahol ők szponzorálják tulajdonképpen az egész kórust, ahol családok eljöhetnek és énekelhetnek. És látom, hogy milyen szeretettel bánnak a gyerekekkel. Nyilván ez azért van, mert otthon is ezt kapták. Nem volt nagy kényeztetés egyébként, és nem is volt soha abból vita, hogy valamit ők akarnak, vagy nem akarnak. Ha tetszett valami, és megtehettük, akkor megkapta, és hasznosnak láttuk, de ha nem láttuk hasznosnak, akkor nem valószínű, hogy megkapta. És nem is tört ki botrán soha ez ügyben. Tehát mindig tudomásra vették a dolgokat, de nyilván a mi higgadságunk kellett hozzá, meg a mi hozzáértésünk, hogy bánunk velük. Nyilván nem ugyanaz a helyzet akkor, amikor valakinek most születnek gyerekei, vagy most 10 évesek, tehát tényleg nagyon nagyot változott a világ, és azt mondják, hogy a világunk egyik rákfenéje az, hogy az apák valahogy mint a hiányoznának a családokból, és nem csak azért, mert mondjuk szétesnek, vagy válás miatt kerülnek esetleg távolabb a gyerekeiktől, hanem olyan módon szaladgálnak a mókuskerékbe, hogy mikor hazaérnek, akkor már ugye nem tudják betölteni gyakorlatilag az apai funkcióikat. Tudnál valamiféle tanácsot adni azoknak, akik, vagy valamiféle, nem is tudom, receptet, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit jól szerintem csinálni? Talán az első recept, hogy én egy elvált ember vagyok. És amikor elváltam, és a kislány a feleségemnél maradt, nagyon fontos volt, hogy megegyezünk abban,
hogy a gyerek nem szenvedhet attól, mert mi elváltuk. Neki ugyanazt a szeretetet meg kell kapni, mind a két részről, ugyanazt a támogatást, ugyanazt a törődést. Tehát itt kezdődik az egész, hogy nem lehet csak a saját életünkre gondolni, hiszen én is az apukám példájából, ugye a szüleim példájából élek. És amikor jöttem Pint, arra gondoltam, hogy amikor 56-ban kimehettek volna és nem mentek ki, és én emlékszem rá, hogy ezt megbeszélték, hogy nem, mert itt van a család, stb. Nem. Nekem is volt lehetőségem egy időben, amikor kimaradtattam volna, és összenéztünk a feleség, és azt mondtuk, nem hagyjuk itt a családunkat. Tehát az összetartozás, a család, a hol született, ez mind nagyon fontos az életünkben. És ezt szerintem csak erre kell gondolni, hogy és ki a támasz? Mindig azt mondom a fiaimnak, mikor szigorú vagyok velük, mert még a mai napig is az vagyok, hogy kell egy kontroll. Én vagyok a tiszta kontroll. Nekem nincsenek érdekeim. Én tudom, hogy szeretjük egymást, de én tudom azt, hogy nem mindenki azért beszél veled szépen, vagy azért beszél rosszul, mert igaz a dolog, hanem azért, mert hamis. Mert veled akar lenni, vagy nem akar lenni veled, és valamilyen kis csavar van a dologban. Én mindig azt mondom, hogy kell egy felnőtt kontroll. És ezért azt ajánlom, hogy nagyon, tehát a gyerek nagyon fontos, hogy legyen, azért legyen apa, anya, hogy pontosan tudja, hogy kire támaszkodhat, kitől kaphat igazságot. És ha mondjuk mások bántják a gyerekeidet, vagy kritizálják esetleg, nyilván főleg a művészi szakmában, ugye ez teljesen természetes, hogy érik kritika, akkor mi az, ami elsősorban benned ilyenkor megmozdul? Az, hogy megvéded, vagy esetleg megvizsgálod, hogy mennyire igen, volt rá? Természetesen megvédem. Az a legelső. A vizsgálat az is kell, de az ember ismeri a gyerekeit. Ha jól ismeri, akkor pontosan tudja, hogy mit miért csinált, vagy hogyan csinálta. Vagy hogy mit tett érte. Tehát mi pont azért, mert ilyen világban élünk, látjuk, hogy nagyon sokszor csak a felszínt látják, a bulvár részét. Az, hogy mögötte milyen iszonyatos tartalom van, hogy én milyen büszke vagyok arra, hogy a két fiam meg a lányom olyan iszonyatos munkát végez ahhoz, hogy sikeresek legyenek, hogy az ritkaság. Tehát, hogy ezért azért nagyon megdolgoznak, nagyon sokat tanulnak, nagyon sokat képezik magukat, nagyon sokat adakoznak, nagyon sokat törődnek azzal, hogy ne csak egy lábon álljanak, hanem több lábon is megállnak. Ezt felszínesen nem tudják, tehát olyankor mindig mérlegelem, hogy ki mondja és miért. Ugye Peti van elsősorban a Rivalda fényben, sokszor még együtt is álltok a színpadon, itt például a Nyíregyházán is konferáltatok. Az milyen érzés, amikor együtt álltok? Hát nagyszerű. Hát meg én gyönyörködöm benne. Hát olyan, ő nagyon, nagyon kedves, nagyon tiszteletű és nagyon értelmes fiú, rendkívül kultúrált, és olyan boldogsággal nézem azt, ahogy szövi a mondatait, ahogy gondolkodik az egészről, ahogy átlátja, és azt a jó indulatot, ahogy áll a világ felé. És hogyha valaki mélyében utána néz, akkor rajta látszik az, hogy mennyire törődik az emberekkel, az állatokkal, egyáltalán a jövő képpel. Azért ez jó dolog, amikor az ember hátra tud egy picit dőlni, és azt tudja mondani, hogy hát igen, jól csináltuk. Mert... Igen, nem akarok súlyos dolgok mondani, de néha sokszor azon gondolkodunk, hogy mi mindent elkövettünk, és nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy ők haladnak előre. Tehát szép lassan kihátrálhatunk az életből, nem szeretnénk még 40 évig, de hogy jó sínre raktuk őket. Nagyon picit azért beszélgessünk a Móricz Zsigmond Színházról, már csak azért is, ugye, hiszen már több mint nagykorú vagy itt Nyíregyházán, már 19 éve itt vagy. Hát igen, 2000 óta. És rengeteg szereped van, és most ugye erről az évadról, vagy a korábbi évadról, vagy akár a Meseautóról is beszélhetnénk, ami még mindig nagyon-nagyon igen, sikeres. Most az Oscart játszom éppen. Igen, ugye látjuk most már óriás plakátokon, igen, és ott díszelex. Mire vagy most, vagy mit szeretsz most a legjobban játszani? Hát most pont ezt a kettőt nagyon. Tehát a Meseautót is, meg az Oscart is nagyon szeretem. Mind a kettő egy annyira szórakoztató darab a néző számára, és ennek olyan jó részese lenni, és hát hála Istennek fő részese vagyok a szórakoztatásnak, hogy írtó boldoggá tesz. A játék öröme is, meg az a kacaja, amit hallok, meg az az öröm, meg a végén az a siker, meg az, amikor az utcán megálltunk, és azt mondjuk, hogy nagyon jól szórakoztunk, hogy érdemes volt megnézni az előadást. Hogy alakul az évad? Gondolom, hogy dolgozgatsz még, igen, és most, aztán a nyár. Igen, most a Manót próbáljuk, Csehov Manóját. Az 12-én lesz, azt hiszem, a bemutatója, ha jól emlékszem, április 12-én, és aztán már csak játszani fogok tulajdonképpen évad végéig. Nyáron még lesz itt a szabadtéren, meg Kisvárdán egy-egy előadás, meg
Üres egyházán. Tehát szabadtéreken fogok játszani. Igazából nem nagyon tervezem már, hogy dolgozzak. Én nagyon szeretek otthon lenni. Illetve úgy otthon lenni, hogy utazgatni a feleségemmel, meg a gyerekek koncertjeit követni, tehát menni velük. Ezeket nagyon bírjuk. Szóval nyáron szeretnél egy kicsit apa igen. is férj lenni. Igen, igen. Teljesen megértem, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.